Köszöntöm a kedves nézőket, minket érdekel című közéleti magazin műsorunkat látják, és köszöntöm stúdió vendégünket, Dobó Zoltán polgármester. Kezét csókolom, és köszöntöm a kedves nézőket. Polgármester úr, legutóbbi találkozásunk óta történt egy jó pár dolog itt a városban, amivel én rögtön kezdeném, ami nagyon sokakat nagyon régóta izgat, gyermekorvosi rendelő, úgy tűnik, hogy lesz előrelépés ebben az ügyben. Igen, ez egy régi probléma. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a gyermekorvosi rendelőnk, ami a Batsány utcában található, illetve nyugodtan mondhatom, hogy a Berzsenyi utca is hasonló állapotban van. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon régóta nem sikerült modernizálni, felújítani egyik rendelőt sem. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy a rendelkezésünkre álló anyagi eszközöket összeszedjük, és megpróbálunk egy mindenki számára jónak tűnő megoldást találni. Ugye kik jöhetnek szóba, amikor arról beszélek, hogy mindenki számára? Hát a kis betegeink, a gyerkőcök, szülők, és természetesen az orvosok, illetve az egészségügyi személyzet. Tehát olyan helyszínt kell találnunk, vagy kellett találnunk, ami mindenféle szempontból kielégítő, lehessen parkolni, helyjárattal meg lehessen közelíteni, hogyha sok autó érkezik, akkor ne zavarja az ott élőket. Tehát számtalan szempontnak kellett megfelelni, amellett, hogy az országos szabályzók, meg az EU-s szabályzók előírják itt a négyzetméter, a légköbméter arányokat, mozgáskorlátozott WC sorolhatnám, tehát nem olyan egyszerű a dolog. Úgyhogy azért döntöttünk úgy, hogy a Berzsenyi utcai gyermekrendelőt fogjuk megfejleszteni, mert a Berzsenyi utcai gyermekrendelő mellett van szintén egy rendelő, ami most üres, illetve egy raktárhelység, és a hármat összevonjuk, akkor már bizony ott olyan beruházást tudunk létrehozni, ami pénzügyi szempontból számunkra elfogadható, és az előbb általam említett feltételeknek is meg tud felelni. Akkor, ha jól értem, a három gyerekorvosi körzet egy helyre költözik a Berzsenyi utcába. Így van, pontosan. A jelenlegi Berzsenyi utcai rendelőből fogunk kialakítani egy gyermekorvosi központot. Volt már erre próbálkozás, hogy egy helyre költöztetni a gyermekorvosokat védőnökkel együtt. Ez nem sikerült. Volt egy gyönyörű tervünk, egy nagyon szép tervünk, az egykori szülészet épülete, mert hát gyakorlatilag valamiféle spirituális folytonosság is lehetett volna az épület használatát illetően, hogy szülészetből gyermekorvosi rendelőt építünk. Ez sajnos nem jött létre, mert a kormányzat nem támogatta ez irányi elképzeléseinket, tehát nem nyertünk ezen a pályázaton, úgyhogy most önerőből fogjuk megvalósítani. Egy kicsit hát jobban összehúzzuk a nadrágszíjat, nem egy olyan nagyszabású projektet fogunk létrehozni, mint az egykori szülészet épületéből, ahogy szerettük volna. Egyébként nagyon sajnálom, hogy ez nem került támogatásra, hiszen Európában és Magyarországon is a gyermekáldás szám és a gyermekekkel való foglalatosság nagyon fontos, hiszen azt szeretnénk, hogy egyre több gyermek szülessen, ami aztán utána persze akár munkaerőpiaci, akár nemzeti problémákat is megoldhatna. De most, hogyha a gyermekorvosi rendelőre koncentrálunk, akkor egy elfogadható megoldás, mindenki számára elfogadható megoldást találtunk a Berzsenyi utcában, és nekiállunk a tervezésnek még idén, és bízom benne, hogy évvége felé és jövő év elején már az építési fázisba fogunk kerülni, és jövő nyáron át tudjuk adni az intézményt. Miért nem lehet a Berzsenyi, vagy a Batsányi utcai gyerekorvosi rendelőt felújítani? Fel lehetne újítani, de nem tudnánk bővíteni, tehát hogyha például az előírásoknak megfelelően el akarnánk helyezni a váróban egy mozgáskorlátozott WC-t, gyakorlatilag a várónak a felét el kéne ahhoz venni, hiszen megvan határozva, hogy mekkora ajtó kell ahhoz, hogy a mozgáskorlátozott WC-t meg lehessen közelíteni. De gyakorlatilag ott nem tudnánk olyan hasznos alapterülettel gazdálkodni, elegendő hasznos alapterülettel gazdálkodni, ami aztán az odaérkezőknek is, meg a személyzetnek is, és a doktornőknek is megfelelne. Védőnök is költöznek? A védőnök egyelőre nem költöznek. Én úgy tudom, hogy most a tervek így néznek ki. Nyilván ez majd még szakmai egyeztetés kérdése lesz. Elsősorban most az orvosi rendelők állapotára koncentrálunk, és ezt szeretnénk megoldani. Persze jobb volt, mikor egymás mellett voltak, szakmai szempontból is jobb volt, a szülőknek logisztikai szempontból is jobb volt, de azt gondolom, hogy ha valaki egy beteg gyerkőccel elindul, akkor vagy helyjárattal megy, vagy autóval megy, meg egyébként az egyik legnagyobb népsűrűségű területre, Tapolc legnagyobb népsűrűségű területére helyezzük el. Tehát
tulajdonképpen a megközelítés szempontjából sok minden nem változik. Akkor az az összeg, amit annak idején egy rendezvényen gyűjtöttek gyerekorvosi rendelő felújítására, és azóta is ott parkol a költségvetés bizonyos sorában. Így van. Ez az összeg akkor most a Berzsenyi utcára fog fordítódni. Így van, így van. Mert így mi azt gondoljuk, hogy ennek szimbolikus jelentősége volt, mert az 1,1 millió forint, hogyha jól emlékszem, az ma már figyelembe véve az építési költségeket, hiszen az elmúlt két évben 50-60%-kal is akár emelkedhettek a kivitelezés költségei, az nem sok, de a társadalmi hasznosságát tekintve és üzenetét tekintve ez egy nagyon fontos összeg. Ha már egészségügyről van szó, akkor maradjunk is ott a kórház területén, és akkor megkérdezném, hogy igen, valóban jó lett volna, hogyha spirituális szempontból is, hogyha újra gyerekek népesítik be azt a bizonyos épületet, de akkor ez most így nem látszik, hogy ez megvalósulhat. Viszont vannak-e tervek ezzel az épülettel, vagy mi a szándék? Eladja az önkormányzat? Milyen célra szeretné fordítani? Alapvetően szerettük volna valamilyen szociális vagy egészségügyi funkcióval ellátni. Ez még várat magára. Nyilvánvalóan a szűk keresztmetszet, a pénz, tehát a forrás hiány. Egyébként pedig ott egy kicsit most rendbe tettük a környezetét. A valamikori porta épületét, illetve nőgyógyászat, meg ambulancia is működött ott, nekem egyszer a törött kezemet még kiskoromban ott rakták össze. Tehát sok mindenki sokféleképpen hívta a portás vagy porta épületet, de hát olyan állapotban volt, mind műszaki tartalmát tekintve, mind a vizuális szennyezés okán, hát le kellett bontanunk. Úgyhogy most egy szép parkosított területet fogunk létrehozni a valamikori porta épület területén. Azt látom, hogy helyi vállalkozó dolgozik ott az embereivel. Mi lesz a látvány? Tehát mit várjunk, ha elkészül? Egy szép parkot várjunk, hiszen hogyha valakinél otthon az udvarában is szépen megcsinálják a parkot, ugyanezek az emberek dolgoznak most itt is, és remélem, hogy ugyanazt az élményt fogja nyújtani majd az elkészült zöld felület, mint hogyha valakinek otthon az udvarába, egy meghitt környezetbe tud leülni és elgondolkodni a nap végén. Területi, vagy városról szóló arculati kézikönyv. Többször beszéltünk már erről a tavalyi évben, főépítész úrral és polgármester úrral is, vannak bizonyos szabályozások, amiknek meg kell felelni vendéglátóegységeknek, azok teraszainak, a napernyőknek, a portáloknak, kirakatoknak, cégéreknek. Hát életbe lépett ez a fajta szabályozás. Volt egy találkozó, ha jól tudom, a város vendéglátós szakembereivel, vállalkozóival. Megértették-e, tudják-e, miről van szó, és mit várhatnak ettől a szabályozástól? Ugye egy felsőbb rendelet kapcsán a tavaly év végével el kellett fogadjuk ezt a rendeletet, és meg kellett alkossuk a saját település arculati kézikönyvünket. Ugye ennek a lényege az, hogy a helyi önkormányzat amennyiben elfogadta ezt a rendeletet és megalkotta ezt a rendeletet, beleszólással bír az arculat kinézetébe, hogyan nézenek ki az utcák, hogyan nézenek ki a homlokzatok, ezt tulajdonképpen röviden így tudnánk összefoglalni. És ez már a második találkozó volt, az első találkozó nem sikerült túl jól, mert kevés érdeklődő jött el, de most megpróbáltuk kicsit alaposabban felhívni a figyelmet arra, hogy miért fontos ez. És hát azért fontos, mert a település arculati kézikönyvben az önkormányzat nem diktátumszerűen szeretné leírni, hogy hogyan nézzen ki az utca. Szeretnénk megbeszélni az érintettekkel, várjuk a véleményüket, és valahol egy egészséges kompromisszumot kell kötnünk a tekintetben, hogy praktikussági szempontból az árusok hogy tudnak árulni, hogy tudják a portikájukra legjobban felhívni a figyelmet, illetve ezzel szemben, hogy mennyire ízléses, nem ízléses, vagy mennyire lehet elférni a járdán, vagy nem lehet elférni a járdán, és próbáljuk a nézőpontokat, az álláspontokat közelebb hozni egymáshoz. Remélem, hogy ennek az lesz eredménye, hogy tovább szépül a város, de mindenki megtalálja majd itt a számítását. Volt egy kérdés. És bocsánat, és még egy nagyon fontos dolog, hogy egy kis türelmi időt vezettünk be, ez két év, tehát két év alatt kell szépen megfelelni a település arculati kézikönyvnek, mind a kipakolás tekintetében, mind az arculatok tekintetében. Szerintem két év alatt mindenki meg tudja saját személyes problémáit beszélni a főépítész úrral, kitaláljuk mindenkivel kapcsolatban, hogy tud megfelelni ennek az előírásnak,
és az élni és élni hagyni vezérlő elv mentén menni fog ez szerintem. Ez jelenti azt is, hogy komolyabb szankciókra nem kell számítani, mondjuk az idei évben? Az idei évben nem. Polgármester úr, hát elhagyott bennünket Medárnapja, azóta esik az eső, de volt azért egy pár hatalmas vihar, ezt megelőzően is. Hogy vizsgázott a város csapadékvízelvezető rendszere? Most, mintha nem jöttek volna olyan hírek, amelyek a korábbi időszakban. Igen, ennek ugye két oka van. Egyrészt, hogy az a fajta hirtelen nagy mennyiségű csapadék elkerült minket, és a környező településeket viszont nem. Úgyhogy egyelőre szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Másrésztről pedig a déli városrészben mi is tettünk azért, hogy a csapadékvíz lefolyását meggyorsítsuk. Egy 600-as csövet építettünk be a Bacsony utca végén, ami az összegyűltött csapadékvizet gyakorlatilag egy az egyben bele tudja vezetni a patakba, és ezzel a lefolyását gyorsítjuk meg ezeknek a lökés hullámszerűen érkező csapadékvíz mennyiségeknek. Tervezzük még többek között az OTP és a takarékszövet között lévő megemelt zebra gyalogátkelő helynek az elbontását, mert ez is egyfajta gátként, mesterséges gátként működik a belvárosban, és nehezebb a lefolyás, tehát hamarabb felgyűlik, megtelik a főtér vízzel. Azt azért el kell mondanom, amit eddig is elmondtunk, hogy ilyen havári állapotokra nem lehet keresztmetszetet tervezni, tehát teljesen felesleges lenne mindenhová 600-as csövet tenni, mert 10 évente egyszer, legalábbis eddig 10 évente egyszer jött elő ez az állapot. Hát az utóbbi 5 évben azért gyakrabban bekopogtatnak az ilyenfajta zivatarok és viharok. Bízom benne, hogy tudunk még más műszaki megoldásokat is bevetni az ügy érdekében, illetve hát azért mindenki reménykedjen a jó szerencsébe, mert ugye itt a környékünkön más probléma is volt a Nyugat-Dunántúl bizonyos részén, öklömnyi nagyságú jegek estek, tehát ez még a jobbik eset, ugye 2 évvel ezelőtt az elég csúnyán elvert a jég a várost. Bízom benne, hogy akkor elkerülik ezek a viharok Tapolcát. Top CLLD, ez egy bűvös rövidítés, nagyon sok mindent takar, nagy lehetőséget rejt magában, ez a közösség vezérelt projektek. Arról van szó, hogy a város nyert egy nagyon szép összeget arra, hogy pályázatokat írhat ki a helyi akciócsoport civil szervezeteknek, helyi cégeknek, arra, hogy az általuk meghatározott célokat, programokat, rendezvényeket, akár kiadványokat létrehozhassák. Egy kicsit hasonlít ez a közönödési pályázathoz, de azért ennél jóval több. Hol tart ez az ügy? Tudom, hogy a háttérben a várospályázattal foglalkozó szakemberei keményen dolgoznak. Igen, azon, hogy ez minél hamarabb bekövetkezzen. Itt a háttérben nem soros ügynökei dolgoznak, hanem mi kollégáink dolgoznak. És ami fontos, és a felvezetőből, amit ön mondott, egy szó kimaradt, hogy a közösség érdekében végzett tevékenységek, tehát közösségi rendezvények lebonyolítására, közösségi terek fejlesztésére lehet pályázni civil szervezeteknek, cégeknek, egyesületeknek. És ezen felül még infrastruktúrás fejlesztésre is. Így van, tehát a közösségi terekbe ez benne foglaltatik, és hát nagyon remélem, hogy olyan projektötletekkel, olyan javaslatokkal fogunk találkozni, ami az egész város fejlődését szolgálja, és annak ellenére, hogy most a város szépítők pályáznak majd valamire, vagy a Tanúhegyek Egyesülete, vagy egy sportegyesület sorolhatnám, remélem, hogy majd pályáznak is, annak ellenére olyan célokat fogunk csak megvalósítani, amely a társadalom teljes keresztmetszetét tudja szolgálni, hiszen pont ez a lényege, hogy egy-egy csoport meglátását kiterjesszük az egész városra, és tudjuk élvezni közösen annak a gyümölcsét, amit valaki elképzelt. Hát akkor figyeljük majd a híreket, a helyi akciócsoport felhívásait, és a hivatal munkatársainak híradásait, hogy mikor lehet ezeket a pályázatokat majd benyújtani, és remélem, mire lehet pályázni. Kulturális tereket, kulturális rendezvényeket tudunk majd ebből szépen megfinanszírozni, és mindannyiunk örömére végrehajtani. Polgármester úr, itt a nyár, kitört a nyár, mindjárt a vakáció is, péntektől már a gyerekek jó esetben a szabadban és a városi strandon mulathatják az időt. Mik a tapasztalatok, megnyílt már a strandunk?
megnyílt a strandunk, a gyermekes családokkal beszélgetve azt látom, hogy az árérték arány továbbra is jó, jó áron tudjuk vendégül látni a helyi családokat, illetve a környékből is sokan érkeznek. Vízminőségre abszolút nem lehet panasz, hiszen nagyon magas minőségű, vagy nagyon magas elvárásoknak megfelelő vizet tudunk produkálni. A strandunk jól működik, fejlesztéseket is hajtottunk végre, napvitorlát állítottunk oda, ahol tavaly még nem volt, és hát mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a hozzánk kiérkezők relaxálódjanak, kikapcsolódjanak, és egy olyan élményben legyen részük, amit megérdemelnek a nap végén. Amit viszont nem érdemelnek meg, az az, hogy jól körülhatárolható csoportok nem méltóak arra a város szolgáltatásra, amit kint nyújtunk. Magyarul nem tudnak az írott és íratlan közösségi együttélés szabályainak megfelelni. Ez tavaly probléma volt az idén is az? Igen, úgy látszik, hogy aki így szocializálódik, az így is éli a mindennapjait. Úgyhogy éppen ezért a Városgazdálkodási Kft. Igazgatóját kértem arra, hogy biztonsági személyzetet alkalmazzunk, illetve a szervezet és működés szabályzat, valamint a házirend megfelelő pontjait a biztonsági szolgálattal és a rendőrséggel közösen hajtsák végre. Magyarul, aki nem tud velünk együtt élni és együtt viselkedni a strandon, és mások szabadidejét tönkreteszi, hiszen itt azért most megállunk egy pillanatra, nagyon fontos kérdésről beszélünk. Valaki végig robotolja az életét, végig robotolja a napjait, és a gyerekeivel, unokáival szeretne elmenni és meghitten normálisan, úgyhogy másokat ne zavarjon, vagy a közösség együttélésben szeretne egy kicsit megmártózni, beszélgetni ismerősökkel, azt nem csak nem illik zavarni, ennél sokkal, sokkal fontosabb dolog, hogy ezeknek az embereknek ez jár. Aki ezt az élményt elveszi tőlük, és a magatartásával, a viselkedésével, az életmódjával szándékosan zavar másokat, azzal mi nem akarunk közösséget vállalni. Magyarul le is van írva a szervezet és működés szabályzatba, illetve a házirendbe, kitiltjuk a strandról. Nem érdekel, hogy ő kifizette a jegyét, más is kifizette, és más pedig tud úgy viselkedni, akkor mindenkire érvényes ez a szabály. Reméljük, hogy akkor minél többen élvezhetik a gondtalan nyarat a városi strandon, úgy nyugalomban, békességben. Úgy legyen, nagyon fontos lenne, hiszen nem keveset áldozott a város ezért, és hogyha elharapózik ez a magatartás, akkor a tisztességes, fizetőképes, normális vendégek elmaradnak a strandról, ezért lépni kell. Ha más strand, akkor úszás, és ha úszás, akkor tanúszoda. Történt előrelépés, beszélgettünk már róla, hogy a város egy egészen más helyet szorgalmaz, mint amit a Nemzeti Sportközpont szeretne. Tudom, hogy polgármester úr volt tárgyalni, beszéltünk is már róla, azóta történt-e valami? Leveleztünk egymással, elküldtük egymásnak az érveinket, a felméréseinket, kicseréltük a meglátásunkat, műszaki tapasztalatainkat, műszaki paramétereinket. Természetesen, amennyiben a Nemzeti Sportközpontok úgy látja, hogy továbbra is a Barackosban lesz a legjobb hely ennek a létesítménynek, mi akkor ezt el fogjuk fogadni. A lényeg az, hogy mi hamarabb megépüljön, és a lehető legkedvezőbb áron készüljön el ez, akár a kormányzati szempontból, akár a város szempontjából. Nagyon sok minden szól mégis amellett, hogy a strandnál legyen a tanúszoda. Mi így látjuk, igen. De természetesen a mai berendezkedés mellett nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy a megvalósítás szempontjából, hogy mi hogy látjuk. Mi úgy látjuk, hogy ha a strand mellé kerülne ez a vizes létesítmény, lehetősége lenne arra, hogy a termálkutat használja, hiszen az állam saját magának csak adnak vótát, hiszen ezt állam működtetné ezt az intézményt. A két vizes intézmény, vagy a két vizes beruházás erősítené egymást. Szerintünk forgalomtechnikai és egyéb szempontból is jobb lenne, mint egy kertvárosi jellegű helyre oda tenni. Számtalan érvünk van. Nyilván vannak érvei a Nemzeti Sportközpontoknak is. Meg fogunk egyezni, és létrejön a beruházás. Mi természetesen azt szeretnénk, hogy a strand mellé kerüljön, hiszen a strand mellett van a Városi Sportközpont is. Tehát jellegét tekintve a hely adott arra, hogy egy vizes sportlétesítményt ott építsenek meg. Én bízom benne, hogy ez sikerül, viszont hogyha horribilis plusz költségei lesznek annak, hogy oda tegyék, akkor erről lemondunk, és akkor a Barackosba fog kerülni.
Hát bárhol lesz, azt gondolom, hogy a takolcaiak és a környék belie körülni fognak. A legfontosabb az, hogy megépüljön. Polgármester, egyre nagyobb probléma a Balatonparton, és azt látom, hogy már itt a városban is a munkaerőhiány, és ez egészen most már begyűrűzik a város cégeihez is. Így van. Először másfél évvel ezelőtt foglalkoztunk város szinten, polgármesteri szinten ezzel a kérdéssel. A környéken és a városban működő multinacionális gyártóvállalatok, illetve nagyobb cégek vezetői, tulajdonosai, ügyvezetőit láttam vendégül, és áttekintettük annak a munkaerőpiaci helyzetnek a kialakulását, amivel nap mint nap szembe kell most már nézni. Ugye mindannyiunk előtt ismert, nincs talán olyan család Tapolcán, illetve a Nyugat-Dunántúlon, akinek a közvetlen közeléből, akár rokoni, akár szomszédi környezetéből ne dolgoznának kint valahol külföldön. Kormányzati becslések szerint 700 000 emberről beszélünk, aki Nyugat-Európában dolgozik, egyes becslések e fölé mennek, milliós tételről beszélnek. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy valamikor a Ratko generációba született munkavállalók, ez a 48 és 58 között születettekről beszélnek, még akkor is, hogyha nem a teljes 48-58 közötti korszakot feri le a Ratko minisztersége. Ők viszont kiállnak a munkaerőpiacról, és jól megérdemelt nyugdíjas éveket kívánják tölteni. Ebből ugye az következik, hogy sokkal kevesebb munka nem lett az országban, viszont sokkal kevesebb munkavállaló igen. És ezzel valamit kell kezdeni, természetesen kormányzati szinten kell elsősorban ezzel a helyzettel megbirkózni, hiszen az általános bérszínvonalat mindenképpen erősíteni kell, mert amit közösen megállapítottunk ebben a beszélgetésben, hogy most már nem csak a helyi foglalkoztatók versenyeznek egymással a munkaerőért, hanem nagyon egyszerű a kérdés, egy fiatal munkavállaló, aki a munkaerőpiacra belép, ő már élből megnézi a mellettünk és környezetünkben lévő országok munkaerőpiaci helyzetét, és eldönti, hogy az ő munkaerőjét hol bocsátja áruba. Ausztriában, Németországban, Észak-Európában, vagy esetleg Angliában. És hát az órabéreket, a havi vagy heti kereseteket összevetve egyelőre nem vagyunk versenyképesek. Ugyanakkor az ország és a környék versenyképességét pedig csak akkor tudjuk megőrizni, hogyha sok munkapiaci belépővel tudunk számolni, és hát egyelőre elég ellentmondásos ez a helyzet. Bízom benne, hogy megoldás születik néhány éven belül, mert ezt a tendenciát, ezt nem lehet 8-10 évnél tovább kibírni. Pláne ha arra gondolok, hogy mondjuk egy városi cég, amelyik kötelező feladatot lát el, és nem kap szakembert, akkor hogy fogja ellátni ezt a kötelező feladatot? Tehát fontos az is, hogy kinyírja le a füvet, fontos az is, hogy kiszereli meg a csatornát, de ez a kérdés, amiről az előbb beszéltünk, ez például én most a saját bőrömön, családomon érzem, az egészségügyben is óriási probléma, hogy lesz-e orvos, aki ellát minket, lesz-e nővérke, aki foglalkozik a mi problémáinkkal, és persze az is kérdés, hogy lesz-e elég pék, aki megsüti a kenyeret, hiszen nagyon sok olyan tudást birtokolnak a magyar munkavállalók, ami konvertibilis. Magyarul a földbolygó bármely pontján bevethető, tehát aki egy jó pékipari szakember, aki egy jó lakatos, aki jó autószerelő, aki jó orvos, sorolhatnám ezeket a foglalkozásokat, azt mindenhol tárkarokkal várják, hiszen a munkaerőpiaci tendenciák azok nem Magyarországra jellemzők specifikusan, hanem általában az úgynevezett nyugati világot sújtják, elsősorban ma az Európai Uniót. És hát mondjuk ez a munkaerő piaci válság, bátran állítom, hogy ez válság, egészen eljut az önkormányzatokhoz olyan szinten is, hogy mondjuk megnyert projekteket nehezen tudnak elkezdeni, mert nincs szakember, vagy olyan magasak kúsznak az árak a pontosan szakember hiány miatt, hogy a megnyert összegekből nem lehet aztán megvalósítani a megnyert projektet, és akkor most itt a gimnáziumra gondolok. Az elmúlt héten volt Fenyvesi országgyűlési képviselő úr itt vendég nálunk, neki is felvetettem a problémát, hogy milyen megoldási lehetőségeket lát. Nyilván az önkormányzat is keresik, mutatja, hogy a megnyert összeghez azt a még pár százmilliót hogyan lehetne hozzátenni? Hát reméljük azért több százmillió forrás hiányról nem beszélünk a gimnázium esetén.
ott ugye 280 millióhoz, nem egészen 280 millióhoz kell majd hozzátennünk. Körülbelül mennyit, azt lehet tudni? Hát én abban bízom, hogy a tervek módosításával és minden bevethető eszközzel együtt egy 60 millió forint plusz költséggel megúsznánk. Hát nem kevés az. Hát az rengeteg. Megúsznánk ezt a dolgot. Hát ha csak azt nézzük, hogy ebből a plusz költségből milyen gyermekorvosi rendelőt tudnánk létrehozni és építeni, akkor értjük meg igazán, hogy mit jelentenek ezek a repkedő 50-60-70 millió forintok. Tehát a lényeg az, hogy felkutatunk minden forrás lehetőséget, természetesen a kormányzathoz is fordulunk, hiszen 15% az, ami adható erre a forrás hiányra, de abból még ez a kérdés nem lesz megoldva. Hiszen ez egy topos projekt volt, és hát itt elvesztegetett a kormányzat, vagy az irányító hatóság körülbelül másfél-két évet, és a 2-3 évvel ezelőtt beárazott projekt ára ma már jóval több. Tehát kaptunk egy indikatív ajánlatot 410 millió forint körüli árra. Tehát a 280 helyett 410. Ez azt gondolom, hogy magáért beszél, és egy sima 15%-os forrás kiegészítéssel nem lehet megoldani ezt a kérdést. Itt a kormányzatnak bele kell komolyan állni ebbe a kérdésbe. Természetesen az önkormányzat is helyt fog állni, hiszen eddig is levezényelte a pályázatot, lebonyolítottuk a pályázatot, terveztettünk, nagyon sok mindent megcsináltunk, figyelembe véve azt, hogy a középiskolai oktatás és az oktatás egésze kormányzati feladat, az önkormányzat ennek ellenére, hogy már nincs intézményrendszere, mindent megtesz azért, hogy Tapolcán a gimnázium úgy működjön, ahogy azt elvárjuk tőle, úgyhogy bízom benne, hogy a mi erőfeszítéseinket és a mi áldozatvállalásunkat partneri magatartás követi a kormányzati szervek részéről, és megkapjuk azokat a forrásokat, amit meg kell kapni. Fenyvesi képviselő úr segítségét is kértem ebben az ügyben, és bízom benne, hogy a kampányban megérte, segít bennünket mindenben. Polgármester úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba, és beszélgettünk a város dolgairól. Még nagyon sok lenne a téma, de azt hiszem, hogy tartogassunk a következő alkalomra is. Akkor lesz mit még megbeszélni. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm.